Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szabad Egyetem vezetője. A táplálkozásról szeretnék beszélni önöknek. Táplálkozni az kell. Állandóan táplálkozunk, hol itt, hol ott. Hát nézzük, most éppen cappuccinóval fogok táplálkozni, nézzük meg, nagyon finom a cappuccino. Persze ez nem olyan cappuccino, mint amilyet nemrégiben Putyin kapott a szaúdi herceggel való találkozásokor, hiszen ott, mint láttuk a videóban, mint láttuk az orosz hírtévében, ott aranyport szórtak a cappuccinóra, hát én nálam sajnos egy egyszerű kis akármilyen port, úgy mondják, hogy kakaópor, de úgy tényleg azért azt nem tudni, mert nem ellenőrzöm. Tehát egy egyszerű kakaópor szólnak a cappuccinomra. Nekünk ez is elég, nem szoktunk hozzá az aranyporhoz. De hát miért is kell táplálkoznunk? Ugye tudjuk, hogy az ember olyan, mint egy belső égésű motor. Oda is benyomatják az üzemanyagot, elég, és van energia. Az ember is hasonló, benyomatjuk az üzemanyagot, elég, és van hozzá, és van energiánk az élethez, meg a tevékenységeinkhez. Hát a tevékenységeinkhez, ami tulajdonképpen az élet. Na de úgy, ha nagyjából megnézzük, miért is kell az emberiségnek táplálkoznia? Hiszen azelőtt nem volt ilyen. Ezt majd folytatom a következő videómban. Köszönöm szépen. Kérem, hogy iratkozzanak fel és lájkoljanak. Viszontlátásra!